Az 1956-os forradalom után a Kultúrház József Attila nevét vette fel, nem sokkal később a névváltozást a ház programjainak aktualizálása követte. Csökkentek a politikának alárendelt kulturális események, előtérbe kerültek a szakmai értékek, megjelentek a közhasznú tanfolyamok és kiszélesedett az ismeretterjesztés. A balett, versmondó és gyermekszínjátszó csoportok és a képzőművészkör mellé megalakult az Irodalmi Klub, amit Müller Péter vezetett. Ebből fejlődött ki az Angyalföldi Irodalmi Színpad. A Fővárosi Zeneiskola kihelyezett ének- és tangóharmonika oktatást indított a Kultúrházban, a táncos lábúak pedig szalon és néptánc tanfolyamok között is válogathattak. A szabásvarrás oktatás, az angol és német nyelvtanfolyamok is kezdetüket vették. Havi rendszerességgel megindult a híradó elnevezésű programfüzet, a mozi életében viszont visszalépést jelentett, hogy a fővárosi mozivállalat utánjátszóvá minősítette az eddig legújabb filmeket vetítő filmszínházat, a helyi könyvtár pedig a fővárosi Szabó Ervin könyvtár kezelésébe jutott át. A József Attila Kultúrház története 1956-tól 1961 májusáig a művelődés politikai irányelvek megjelenéséig tartott. Később a József Attila Színház megnyitása és a tévé elterjedése egyre nagyobb tömegeket vitt el a Kultúrház látogatói köréből. Az ebből adódó feszültség eredményeként 1961-ben a kerületi tanács az intézményt művelődési házzá soroltatta át. Az új igazgató új társadalmi vezetőséget állított fel, célul a lakosság különböző rétegeinek kulturális kielégítését kitűzve. Ennek érdekében igyekeztek az ismeretterjesztő előadások színvonalát emelni, és olyan új formába önteni, mint például a kiállítások szervezése. A ház falai között szabad egyetem is működött ekkor, és új klubok is alakultak. Például bélyeggyűjtő, kertbarát, természetjáró. A művészeti munka terén elsőrendű feladat a szocialista művészet megszerettetése, az ennek az esztétikumnak megfelelő műízlés kialakítása volt. Gyakori vendégszereplők voltak a József Attila téren a Madách Színház, a Nemzeti Színház, a Filharmonikusok, nagy szovjet művészetgyüttesek szereplői, a nézők között pedig sűrűn fordultak meg vezető politikusok. A József Attila Művelődési Ház története 1961-től 1968-ig terjed. 1964-től a Művelődési Ház az egész kerületre kiterjedő közéleti hatáskört nyert. Innentől a ház feladata lett a helyi szintű állami ünnepségek megszervezése, mint például május 1-e, augusztus 20-a, és ekkor indult el az Angyalföldi Napok című programsorozat is. Akkor a művelődés politikai irányelvek végrehajtási utasításainak részeként új besorolásba került a ház, és 1968. május 31-én megszületett az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ.